Az önkormányzat részéről Karcagi Nagy Zoltán képviselő, a Karcagi Rendőrkapitányságtól dr. Karsai Lajos kapitányság vezető, Kőszegi Ferenc nyugállományú alezredes, a BEOSZ Észak-Magyarországi Régió régióvezetője és Terenyi Krisztina Őrnagy, az MHHKNP 9. hadkiegészítő és toborzó iroda irodavezetője is részt vett az ünnepségen. A tavalyi év már teljes volt, nem kellett a Covid miatt lemondaniuk a tervezett rendezvényeket. Azt hiszem, most könnyű dolgom van kiemelni a legfontosabbat. Tavaly napra pontosan július 29-én ünnepeltük az Egyesület megalakultásának 50. évfordulóját. Tehát 50 éve alakultunk, és hát ezt úgy gondolom méltó módon megünnepeltük. Emellett természetesen volt a szintén januárban a beszámolótaggyűlés, nőnapon, március 8-án hölgyeket köszöntöttük, záró rendezvény volt, honvédelmi nap május 21-én, ahol hagyományosan a városnak a középpontjában levő egykori Hemó épület könyvtárnál levő emléktáblát koszorúztuk meg. Volt egy fontos esemény, ami majd ezután válik talán publikussá, felújítottuk az emlékszobákat, nem is olcsón, de sikerült ez a munka, és hát emellett három kirándulást szerveztünk, és részt vettünk a városi rendezvényeken is. Az idei év legnagyobb rendezvényeire is már most készül a vezetőség. Az idei évben tehát hagyományosan a honvédelmi nap alkalmából koszorúzás, és akkor most az újonnan felújított emlékszobát fogjuk bemutatni egy kicsit nagyobb publikum előtt. És hát kirándulásokat szervezünk, a birkafőző fesztiválon előtt részt veszünk, mint eddig is, illetve nyitó-záró rendezvényeket tartunk, hölgyeket köszöntjük. Tehát tulajdonképpen nagyjából a megszokott kerékvágásba mennek a dolgok.